Rendőrségi jelölő plaketta a lefoglalt tápos zsákokon. Összesen 250 kg-ot, vagyis negyed tonnát lopott el a páros egy Tamásiban található disznótartó telephelyről. Egy közúti ellenőrzés során buktak le. Még a hónap elején Páriban igazoltatott a helyi körzeti megbízott egy személyautót. Az autó utas, illetve csomagterében 5 zsák egyenként 50 kilós tápot talált. Erről az autóba utazók nem kívántak nyilatkozni. A kollégánk kiváló hely is személyismeretének köszönhetően hamar kiderült, hogy ezeket a tápokat a Tamási Leokádi pusztai állattartó telepről hozták el a személyek. Ezt követően mindkettőjükhöz kimentek az egyenruhások, egyikőjük házánál viszont újabb meglepetés érte őket. Egy disznót találtak ott, amit szintén az állattartó telepről loptak el. A tamási kollégák házkutatást tartottak a gyanúsítható személyek ingatlanaiban. Egyiküknél egy hízott sertést is találtak, amiről egyértelműen megállapították, hogy malac korában az is a telephez tartozott, és a tulajdonos tudta és engedélye nélkül hozták onnan el. Az ügyben végül 3 embert hallgattak ki gyanúsítottként, nekik hamarosan lopás miatt kell felelniük.